Köszönöm szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Először is azt szögezzük le, hogy Paksnak csak alternatívája van. Kettő, az a paktum, amit tavaly Orbán Viktor Vladimir Putyinnal megkötött, önmagában veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit. Az a helyzet, Tuzson képviselőtársam, hogy lehet, hogy az ön fejében, vagy a szándékai szerint az van, amit itt ön mond, előttünk viszont nem ez fekszik. Nem sorolom föl időhiányába az egész szégyenletes paktumnak a címét, de itt az van, hogy az egyezmény előkészítésével, megkötésével kapcsolatos üzleti és műszaki adatok, amik az infotörvény ilyen és ilyen pontjára figyelemmel közérdekű adatként nem ismerhetők meg. Nem az van, de nem az van, Bence, nem az van odaírva, hogy azok az adatok, amik egyébként nemzetbiztonsági érdeket sértenek, nem így van kodifikálva. Az, hogy mi az, ami az infotörvény alapján szellemi tulajdonjogot vagy nemzetbiztonsági érdeket sért, ez gyakorlatilag bármi lehet. Lehet az ügyvédi szerződés, adott esetben lehet egy olyan média marketing szerződés, amit még annak idén Gyurcsány Ferenc cége kötött meg a Paksi atomerőművel, hiszen az is szolgálja ugyebár a beruházás megvalósulását. A másik, amit Cseresznyés képviselő úr valótlanul állított, hogy ez nem vonatkozik a környezeti információkra, dehogy nem. Hogyha elolvassa a környezetvédelmi törvényt, vagy az Aarhusi Egyezménynek a definícióit, gyakorlatilag szinte minden, lehet, hogy az ügyvédi szerződés nem, de azon kívül gyakorlatilag minden, ami ezzel a hazáruló paktummal összefüggő információ, az bizony környezeti információ. Ez a helyzet. Környezeti információkat korlátoznak. Akkor miután a törvények, akár az állami vagyontörvény, akár az Aarhusi Egyezmény azt mondja, hogy korlátozhatóak, nem lehet idehozni egy olyan javaslatot, ami gyakorlatilag partalanul lehetővé teszi azt, hogy nemzetbiztonsági érdekre, szellemi tulajdonjogra hivatkozva letitkosítsanak mindent. Hát láttam én már olyan marhaságot, hogy ügyvédi szerződés, ilyen-olyan bonyolult szerződésekre is közlik, hogy szellemi tulajdon. Nincs ilyen. Nincs ilyen. De ez, Tuzson képviselő úr, az a helyzet, hogy lehet, hogy az ön szándéka nem ez, amiről önök holnap meg fogják nyomni az igen gombot, az lehetővé teszi, hogy itt minden titokban maradjon. Titokban maradjon az, hogy önök hogyan kívánják ezt a 4000 milliárd forintot három részre osztani. Hogyan kívánják önök Magyarországot három részre osztani. Hiszen ez a sztori arról szól. Föltettem a kérdést, hogy igazam van-e vagy sem. Aracki államtitkár úr kitérő választ adott. Úgy kapnak önök nyilván zöld lámpát majd Brüsszeltől, hogy beengednek nyugati befektetőket, a Gazprom is jól jár, és a METET is ki lehet fizetni. Jól fognak járni a nyugati befektetők, jól fog járni a Gazprom, jól fog járni a MET, vesztesek a jövő generációk, vesztesek a magyar adófizetők. Ez a helyzet. És önök nem kívánják azt, hogy itt a színfalak mögé lehessen látni. Ez egy olyan paragrafus, államtitkár úr, amelyik lehetővé teszi, hogy bármikor, amikor önök azt gondolják, le lehessen titkosítani bármit. Hiába rázza a fejét, higgy el, államtitkár úr, én műszaki dolgokban nem fogok önnel vitába szállni. Higgy el, éppen elég pert vittem a Paksi atomerőművel szemben is közérdekű adatok, környezeti információ kiadása iránt. Onnantól kezdve, hogy a parlament megszavazza azt, hogy nemzetbiztonsági érdekből a bizniszel kapcsolatos üzleti és műszaki adatok nem megismerhetőek legyenek. Elég az, hogyha jön egy pecsétes papír valakit nagykutyától, hogy azt mondja, hogy nemzetbiztonsági érdeket sért, mondjuk, hogy melyik ügyvédi irodával szerződnek. A bíróságnak mérlegelési joga sincsen, államtitkár úr, értse már meg, hogyha valaki, aki a szerződés szerint diszponál az egész beruházás felett, annyit állít egy magyar bíróság előtt, hogy nemzetbiztonsági érdeket sért az, hogy hogyan tolják ki a nagy lóvét, akár a haveroknak itt a METnek, akár nyugatra, akár keletre, erre azt mondják, hogy ez nemzetbiztonsági érdeket sért, innentől kezdve a bíróságnak nincsen mozgástere. Ez a helyzet. Ez a helyzet, államtitkár úr. Akkor ne tetszettek volna így kodifikálni. És az is meglehetősen mulatságos, hogy Lázár János még korábban decemberben azt mondta, hogy itt az uniós, az Európai Bizottság elvárásai miatt itt aztán minden rettenetesen átlátható lesz. Ön, államtitkár úr, azt mondja, hogy aki arra kíváncsi, hogy ki építi, ki a fővállalkozó, ki van kint a területen, ki az alvállalkozó, azt a teljes nyilvánosság előtt meg tudja majd nézni. Innentől kezdve erre mi a garancia, államtitkár úr? Ön ezt nyilatkozta, ezt a törvényt holnap elfogadják, ha ön holnap után azt mondja, hogy az alvállalkozó kiléte nemzetbiztonsági érdeket sért, esetleg egy szerződés valakinek a szellemi tulajdonát sérti,
Innentől kezdve nincsen pardon, az van, hogy minden titkos. Egész egyszerűen a saját szavát szegi meg államtitkár úr. Ez a törvény azért egy szégyenletes, cinikus valami, mert lehetőséget biztosít arra, hogy minden titokba tartsanak, hogy hogyan lopják ki az emberek szemét. Erről köszönöm, van szó. Frakcióvezető úr.